Jöhet tehát a mérkőzés Magyarország-Oroszország Győrben. Bő egy év után ismét a győri Eto Park ad otthont a magyar férfi labdarúgó válogatott felkészülési mérkőzésének. Egervári Sándor tanítványai csütörtökön 20 óra 30-tól lépnek pályára Kuvait ellen. Ez lesz a magyar válogatott 8. mérkőzése Győrben, ahol a nemzeti együttes mérlege nem túl biztató. Eddig ugyanis egy győzelem, 4 döntetlen és 2 vereség a nemzeti csapat győri mutatója. Ezt megelőzően Győrben 2010-ben Oroszország, utoljára pedig 2012. februárjában Bulgária ellen játszottak barátságos mérkőzést a mieink. Előbbin Vancák, utóbbin Szalai volt eredményes, és mindkétszer egy-egyes döntetlen született. Pavlyuchenko jóval kevesebb szerephez jut a Tottenhamben. Visszatérve a csütörtöki meccsre, a két csapat eddig még sohasem találkozott egymással. Egervári Sándor szövetségi kapitány elmondása szerint, ismerve az arab térség futballkultúráját, a kuvaiti válogatottban gyors és jól képzett játékosok vannak, akik mindig képesek veszélyesen játszani. A zárt, összehangolt védekezés lesz a kulcs ellenük, így tudjuk majd kihasználni esetleges hibáikat, mondta az esélyeket latolgató Egervári Sándor. A mérkőzésre készülő keretből eddig 3-an jelezték, hogy sérülés miatt nem lesznek ott a találkozón, köztük 2 győri játékos, Lipták Zoltán és Varga Roland is. Ez lesz egyébként a magyar válogatott utolsó felkészülési mérkőzése a VB selejtezők előtt, ahol először augusztusban Csehország ellen, majd pár héttel később Románia ellen játszik a magyar nemzeti csapat.